Sült hal, halászlé, birka pörkölt, igazi ínyenc fogások várták hétvégén a Fényes Litkére látogatókat. A megyei értéktalálkozó harmadik állomása vasárnap a Rétköz legészakibb települése volt. A parkjairól, rendezett előkertjeiről híres község számára fontos az identitástudat megőrzése. Az igazán érték, én azt mondom, a Fényesiknek a legnagyobb ereje az a haza iránti, a hazaszeretet, mint érték. Bármilyen nagy katasztrófa volt, a Tisza járvizeket tekintve, a 2000-es, a Hernád árvizet, stb. Itt ez a település 2-3 busszal ott volt. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke megnyitó beszédében elmondta, az elmúlt uniós ciklus alatt mintegy 150 milliárd forint értékű infrastruktúrális fejlesztést végzett a megyei önkormányzat a területi és településfejlesztési operatív program keretében. Mint mondta, a beruházások is közvetve a közösségfejlesztést célozták. Az értéktalálkozókon azonban a kisebb tájegységek egyedi értékeinek bemutatásával közvetlenül tudják támogatni a közösségépítést. Maga az identitás is elsősorban a hagyományainkra épül. Abból tudunk merítkezni, a jelenben erőt meríteni és a jövőt is építeni. Akkor tudjuk, hogy hol vagyunk otthon a világban, hogy mi az otthonunk, mi a hazánk, és ezt támogatja az Európai Unió is ennek a programnak a keretében. 20 helyszínt járunk végig a megyében, most az értéktalálkozók keretében, de számos más programmal is jelentkezünk, táborokkal, gyermekeknek, és a Költségi Televízió műsoraiban is jelentkezünk ezzel a tartalommal. Az aja, ki ménes, mint arka, az aja, ki kislány, mint nyarka, a nyarka, nyarka, a lelke rajta, az aja, ki kislány, mint nyarka. Ajaki népdalcsokorral készült a helyi pántlikás népdalkör. A Fényes Litke szomszédságában fekvő kisváros a megye egyik legautentikusabb hagyományőrző települése. Már egész kicsi kortól a település törekszik arra, hogy az ajaki néphagyományokat tovább vigyük, tovább ápoljuk, egészen az óvodás kortól kezdve, és ugye, mint itt hátul látható, az ajaki pántlikás népdalkör is hasonlóképpen viszi tovább ezt a vonalat, úgyhogy most is fel fognak majd lépni ezen a nagyszerű főzőversenyen és rendezvényen. Reméljük, hogy mindenkinek a megelégedésére és tetszésére. Megyei értéktalálkozót eddig a szatmári, a nyírségi és a rétközi tájegységeken tartottak. Minden eseményen főzőversenyt is szerveznek, ahol a gazdag gasztronómiai örökséget mutatják be a csapatok. A megtalálható ételek, ez mind a tájegységnek megfelelő módozattal, illetve ízvilággal készülnek. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Szabadszatmár-Bereg megye kitesz magáért a rendezvény sorozatban, gasztrokulturális szerepkörben is, ugyanis annyira sok színű mozaikot képesek az itt élők, a térségben élők elkészíteni, és olyan értékeket, hozzáadott értékeket képviselnek ezek az elkészült ételek, amelyeket járva az országot, mint a Gasztronómiai Szövetségnek az elnöke, kevésbé tapasztalunk. A Rétköz központja Kisvárda. A helyiek birka pörkölttel neveztek az értéktalálkozó főzőversenyére. Maga a titkos összetevő, aki elkészítette, nem szeretném elmondani a receptjét, nagyon reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. Megyei értéktalálkozókat összesen 20 településen tartanak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A programsorozatot uniós és hazai forrásból finanszírozzák.